Így leesett a kezem, és a fejé, és a barátom egyből, hogy hát ez, ez, nem hülyeség, ez már látható, nem. akkor érkeztem én is ki. És akkor látom, hogy próbálják élezgetni, hogy locsolni, már nem reagált, a szembe fel volt akadva, akkor jöttem én, hogy úgy hát mentőt hívni kell azonnal. Barátom még elkezdik, itt az asztalra, hogy újra hogy na a betonon legyen, újra de a mentő, vagy a diszpécsert, akkor már közben kapcsolták a diszpécsert, mondta, hogy tegyük le a földre, ne az asztalon legyen, és akkor itt elkezdtük az újraélesztést azonnal. Feleségem és az érintett férfi a fedett teraszon cigarettáztak, amikor a férfi egyik pillanatban még viccet mesélt, a másikban már az asztalra bukott a feje. Először azt hittük, csak viccel, aztán amikor kimentem és felemeltük a fejét, láttam, hogy felakadt a szeme, feleségem nézte a pulzusát, nem volt azt hittük, hogy, lesz, hogy, hogy hülyéskedik, mert így a párommal, és rosszul lett, és akkor a kollég, vagy a cimboráim egyből láttak, hogy én is hogy kimentem, hogy fel, fel volt akarva a szem, egyből hogy ez, ez nem, 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 csak hülyéskedés, hogy, hülyes, hogy ami Én hívtam azonnal a mentőket, a barátom elkezdte újra, men, újra éleszteni a melkas kompresszióval, a feleségem nézte a pulzusát, hívtam közben a, a mentőket, az ügyeltes segítségével, mentő ügyeltes segítségével, a diszpécser segítségével ugye folytattuk az újraélesztést, ami teljesen korrekt volt, és ügyesen mondta a diszpécs, hogy mit, mit csinálja, milyen sorrendben, hogy. Ugye, én azt mondom, hogy egy szervezett csapatként működtünk, én meg is lepődtem rajta, hogy ilyen jó, még nem láttam csapatot dolgozni együtt, hogy mintha a vészhelyzetet láttam volna, nekem úgy esett le az egész hogy mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Párom nézte a pózust a barátom csinálta a melkaskopsz, a másik barátom befújást csinálta, hogy egy, egy összeszokott csapat volt, és egyik pillanatról a másikra történt meg, hogy, hogy én fel sem foghattam a dolgokat, hogy, hogy, hogy történhetett ez. Egyik pillanatról a másikra, hogy történt az egész eset, hogy, hogy egyik pillanatban még, még a párom, a másik pillanatban már, már le is tette a fejét, és az volt a furcsa a barátomnak, hogy, hogy, hogy az nem, nem komoly, de akkor érkeztem én is ki, Ugye, hogy feltette a fejét, akkor látom, hogy a szeme felent volt, hát mondom, ez, ez, ez nem, nem csak hülyéskedés, mert már láttam, azonnal hívtam a mentőket, ők meg elkezdték az újraélesztést. A mentőorvos megdicsért bennünket, hogy nem estünk kétségbe, mondja Krisztián, aki mellett felesége is azonnal tudta, mi a teendő. A szólt is az egyik mentős, hogy, hogy innestől kezdve ők átveszik a, a újraélesztést, megköszönték a munkát, hogy nagyon szakszerűen csináltuk, azt mondták, hogy le a kalappal előttünk, hogy le a kalappal a is, mert hihetetlen gyorsan kijöttek. Semmi előzménye nem volt annak, hogy szívbeteg a 40 éves férfi, de mostantól január 1-én éjfélkor új születésnapja van.